Szeretettel köszöntjük Önöket, ez az Európája, a futball Európája itt a Sporttelevízióban, amelyben minden héten megbeszéljük az európai labdarúgás számunkra a legérdekesebb, legizgalmasabb aktuális eseményét, és hát ez a hét bőven tartogatott ilyesmit, hiszen ugye volt magyar csapat érdekelt a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az Európa Liga selejtezőjében, és hogyha ez nem lenne elegendő, Budapesten rendezték az Európai Szuperkupa döntőjét a Bayern München és a Sevilla részvételével, úgyhogy tényleg bőven van mire kitérni. Ezen a héten Bodnár Zalánnal és Váridi Péterrel fogjuk átbeszélni ezeket az eseményeket is, és mielőtt ebbe belevágnánk, felhívnánk a figyelmüket a Sport TV Facebook oldalára, amelyen már kint van aktuális Facebook posztunk, amelyen keresztül hozzászólhatnak heti adásunkhoz is, és arra vagyunk kíváncsiak elsősorban, hogy Önök szerint a versenyben maradt magyar csapatok mindegyike feljut-e majd az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája főtáblájára, tehát a Sport TV Facebook oldalán megtalálják már ezt a bizonyos posztot, amelyben majd figyeljük a kommenteket itt természetesen az adás folyamán. És akkor kezdjük azzal a mérkőzéssel és azzal a csapattal, amely talán azért mégiscsak a legérdekesebb volt a számunkra, hiszen ugye a Ferencváros már csak egyetlen mérkőzésre van a Bajnokok Ligája főtáblájától. Norvégiában megtette az első lépést ebbe az irányba, egy 3-3-as döntetlennel, ami, ha úgy vesszük, összességében nyilván jó eredménynek tekintető, döntetlen idegenben 3 szerzett góllal, erre abszolút lehet építeni, de hogyha meg visszatekintünk arra, hogy miképpen alakult ez a mérkőzés, akkor nyilvánvalóan egy kis csalódottság mindenképpen lehet a ferencvárosiakban, sőt, ti hogy értékelitek ezt a mérkőzést és ezt az eredményt? Köszöntöm a nézőket. Tipikusan az a mérkőzés, amire azt mondja a szurkoló vagy a vezetőedző, hogy ha 3-3 előzetesen aláírja természetesen. A 2-0-ás vezetés függvényében már nem biztos, aztán a 2-3-nál szintén abba a stádiumba jut a Fradi szimpatizáns, meg a magyar futball szurkolója, hogy megint csak elfogadható az eredmény, tehát tulajdonképpen egy hullám vasút volt az egész mérkőzés. Jó lenne tudni, hogy mi volt az a rövid zálat, ami 2-0 után beállt a Ferencvárosnál, de ennek ellenére a esélyek továbbra is a magyar együttes mellett vannak a visszavágó előtt. Azt hiszem, hogy látva a Fradinak az eddigi mérkőzéseit, és meg ha egyébként körbenézünk a Bajnokok Ligája selejtezőjében, ebben a helyzetben nagyon nehéz erőviszonyokról beszélni előzetesen. Most már azért láttuk ugye ezt a csapatot, nyilván egyébként is egy norvég bajnok csapatot semmiképpen sem szabad lebecsülni, pláne látva ugye a korábbi eredményeiket. Látva ezt a mérkőzést, te mit gondolsz erről a csapatról? Köszönöm a kedves nézőket. Nem is igazán a Molde, hanem inkább általánosságban a Ferencváros. Én azt gondolom, hogy eljutottunk oda, mivel magyarok vagyunk, így a Fradinak szurkolunk, hogy sikerüljön neki ez a bravúr. Én azt gondolom, hogy ezek a játékosok, akik most a Fradit alkotják, semmiben nem rosszabb futbolisták, mint akikkel játszottak. Tehát még a Dinamo Zágrábot is ide veszem, hiszen onnan is igazolt a Ferencváros ebben az évben. Kicsit úgy érzem, hogy Rebrov változtatott, vagy most tudta igazán kialakítani az ő saját maga koncepcióját és a futballra alkotott filozófiáját, hogy ő nagyon hisz a csapatjátékban. Most azokat a játékosokat, akik ebben nem voltak alkalmasak, legalábbis az ő felfogása szerint, mindenkit elengedtek a Ferencvárostól. Tehát itt, ha megnézzük, hogy ugye Lanza Fámét, vagy éppen Színjevicset, tehát olyan játékosokat engedtek el, akik nem biztos, hogy minden esetben hajlandók alávetni magukat annak, hogy a Fradiért küzdjenek, hanem így kicsit a saját magukat is szeretnék előrébb tolni, és olyan játékosokat igazoltak, akik viszont maximálisan a csapatjáték érdekeit szolgálják. És ez szerintem egy egyértelmű jelzés arra, hogy körülbelül így lehet egy csapatot úgy felépíteni, hogy az előző év Európa Liga szereplése után idén neki tudjon indulni egy Bajnokok Ligájának, és szerintem abszolút nem lenne most már meglepő, hogyha a Fradi ott lenne. Ezzel a kerettel, tehát én most is úgy érzem, hogy a Dinamo Zágrábnál is, és most a Moldénél is azt éreztem, hogy vannak olyan szintű játékosai a Fradinak, akik képesek lehetnek arra, hogy bejussanak velük az Európa Liga, vagyis a Bajnokok Ligájába. Visszakötve arra, amit ugye Peti mondott itt az elején, azzal kapcsolatban, ahogyan alakult a Fradi kerete az idei szezonra, és meg látjuk azért abszolút szerintem a fokozatokat, ahogyan Szerhi Rebrov átvette az irányítást a Ferencvárosnál, és valóban tényleg úgy néz ki a csapat játéka, és meg valószínűleg a keret is, hogy most kezdi azt a formát ölteni, amit Szerhi Rebrov látni szeretne, és nyilván ez segít neki is abban, hogy valóban meg tudja valósítani azt, amit a pályán látni szeretne. Igen, nagyon látszik a tudatos építkezés, és az, hogy Rebrov pontosan tudta, amikor idejött, hogy ő mit akar játszatni. Ahogy Péter is mondta, ennek jegyében
távoztak hozzánk azok a csatárok, akiket sokkal gyorsabb játékosokra cseréltek. Tehát az látszott, hogy egyrészt gyorsítani akarja a Ferencváros játékát, és nagyon jó volt látni a selejtezők során, hogy azért több olyan gólt is szerzett a Ferencváros, amikor sikerült végigvinni egy gyors kontrát. Tehát korábban azért nem volt jellemző a magyar klubcsapatokra az olyan gólok, mint amikor a Glasgow-i stadionba szerzett Tokmak. Tehát, hogy meg tudja húzni, végig tudja vinni, be tudja fejezni az akciót. Tehát egyrészt felgyorsították a támadó játékot, másrészt azért látjuk visszaköszönni szerintem a Lobanovsky módszert Rebrovnál, tehát tulajdonképpen ő is abban szocializálódott, és az, hogy az erőnlét meglegyen az alapvető, tehát nincsenek olyan gondok, mint korábban előfordultak rendszeresen a magyar klubcsapatok európai szereplésénél, hogy a 60. percben, a 70. percben elfogy az erő, elfogy az energia, már nem érnek oda az utolsó passzokra, nem érnek oda azokra a belépésekre, becsúszásokra, tehát ez mind eltűnt a Fradi játékából, és ezt most jó látni, hogy egyik meccset sem úgy nyerte meg a sorozatban, hogy szerencsével, kontrával, 2-11-ese, tehát mindegyik megérdemelt volt, önbizalommal teli volt a játék, tudatos volt a játék, úgyhogy ez mindenképpen elsősorban az edző dicséri, meg hát természetesen a klubot, ha egy erre épített. Én bocsánat, csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mennyire így van, hogy én elsősorban a klubot emelném azért ki, hogy nagyon-nagyon régen láttam, nem is tudom, emlékszem olyanra, hogy egy csapatot nem eladtak játékosokat, nem megtizedelték, nem átalakították, hogy mindig új csapatot kell építeni, hanem volt egy jó Fradi, és még az elmúlt évben az Európa Liga selejtezők után is beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne ez a Fradi, most egybe maradna, és tényleg minőséget tennének még hozzá. És most meglett, tehát ezt Magyarországon abszolút nem volt divat, és nem volt erre precedens sem, hogy egy csapat, amelyik már elér valamilyen szintet, arra még rátegyenek és ráigazoljanak, úgyhogy ez mindenképpen a klubot dicsőíti. Persze biztos vagy benne, hogy Rebrovot megkérdezik arról, hogy kik jöjjenek, milyen típusú játékosok, de mondom még egyszer, hogy ha megnézzük a névsorokat, akkor teljesen egyértelműen mindenki láthatja, hogy viszonylag azt mondom, lassabb, kényelmesebb, saját maguk érdekeit előre toló játékosok helyett. Ebből talán Leandrót venném ki mindenféleképpen, hiszen azért ő már nem a fiatal generáció, és az ő mentalitása még mindig ott lenne a Fradinál, hogyha egy picit fiatalabb lenne, és helyette pedig életerős, küzdő szellemi, küzdő típusú játékosokat, akik alárendelik magukat a csapatjátéknak. Látva ezt az első mérkőzést, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy tényleg reális az esély a Ferencvárosnak most már arra, hogy belépjen és ott legyen a csoportkörben az idei szezonban a Bajnokok Ligájában. Talán eljutottunk oda, hogy most már csalódás is lenne. Nagyon nehéz ezt kimondani egy magyar csapatról, de összességében mondom még egyszer, tehát semmi nem indokolja azt, hogy alábecsüljük a Fradit, és hogy most elkezdjünk azért remegni, hogy vajon sikerül az utolsó lépést meglépni. Ez a Fradi olyan tökéletes önbizalommal és olyan tudatos játékkal játszotta végig ezt a selejtezőkört, hogy nagyon nagy meglepetés lenne számomra, és elkeserítő is lenne, hogyha nem sikerülne most már ezt az utolsó lépést megtenni. Hát az volt számomra megdöbbentő leginkább, hogy amikor 2-0 lett az állás Norvégiában, akkor én is úgy voltam vele, valószínűleg a játékosok is tudat alatt, vagy szurkolók egy része, hogy tulajdonképpen elkönyveltem, hogy ez a párharc eldőlt, és be is vallom, hogy én elővettem a távirányítót, és hogy lássuk, mi van az NBA-ben, mi van a baseball ligában, stb. És aztán így elgondolkodtam, hogy úristen, itt tartunk, hogy a BL bejutás, a tét, és már így elkapcsolunk, hogy ez kézben van, tehát nem is az, hogy beszenvedjük valahogy magunkat a Bajnok Ligájába, hanem besétál a Ferencváros teljes nyugalommal, és akkor pár perc múlva visszakapcsoltam, és akkor azért látszott, hogy hát azért nem eszik ilyen forrón ezt a kását sem, és akkor jöttek a norvég gólok, és akkor jött egy kis ijedelem. Tehát innen tényleg most már nagyon fájna, hogyha nem jutna be a Ferencváros. Nem volna meg, ugye 28 éve tart a Bajnok Ligája, mint ezen a néven futó sorozat, harmadszor lenne magyar csapat a csoportkörben, most már ezt valahogy be kell húzni. Mik a legfontosabb tanulságai ennek a mérkőzésnek a Ferencváros számára, mert tényleg ugye ott volt az elején, amikor azt hihettük, hogy valóban egyszerű lehet ez a menet, aztán elég döcögösre sikeredett a folyamat. Hát mindenképpen a koncentráció. Tehát azt gondolom, hogy ott egy pici koncentráció hiány jött. Lehet, hogy már ők is elhitték, hogy hú, hát már Norvégiában vezetünk 2-0, akkor ez már félig meddig a kezünkben van és megvan.
ott éreztem némi hiányosságot, egy kihagyásokat, inkább azt mondom, hogy kihagyásokat, ezért mondom, hogy a koncentráció. Jött egy szerencsétlen gól, amit most ne elemezzünk, hogy kinek a hibája, hogy hogy született meg. Egy a lényeg, hogy az jött, és az feldobta a norvégokat, és ebből látszik, hogy a Fradiba is emberek vannak, hogy ők is meg tudtak zavarodni attól, hogy egy megnyert meccset, egy kimondottan játékot uraló csapat egy pillanat alatt meg tudott zavarodni, és talán Rebrovnak most ez a legnagyobb gondja, vagy valamire rá kell dolgozni, hogy egyrészt a koncentráció rendben legyen 90 percen keresztül, másrészt pedig ne zavarodjon meg a csapat egy kapott góltól. Mert egy kicsi zavart éreztem ott, és erre jöttek rá a norvég támadások, és hát az egy pici szerencse is kellett ezzel a 2-11-essel, ugye az egyik oldalon nem adták meg, a másik oldalon megadták, de ebből jól jöttünk ki. A Moldével kapcsolatban mi volt a meglátásotok? Mi az, ami leginkább megmaradt bennetek az első mérkőzésből? Hát először többre számítottunk tőlük, legalábbis én többre számítottam, aztán úgy tűnt, hogy ez egy olyan norvég csapat, amilyen mondjuk a 80-as évek norvég klubcsapatait jellemezte, hogy úgy igazából nem tudnak futballozni, teszik a dolgukat, úgy ívelik a labdát, úgy megvan az erőnlétük, megvan az állóképességük, de hogy olyan semmi extrát nem tudnak. Aztán utána azért láttuk, hogy azért nem lehet leírni ezt a csapatot, meg hogy nem véletlenül van ott, ahol van, tehát hogy hazai pályán viszont azt gondolom, hogy közönség előtt teljesen más lett volna. Nagyon steril környezetet teremt ez a nézők nélküli világáról is. Lehet, hogy egy pár szót érdemes szólni, hogy ez az egész bajnokligája sorozatban úgy érződik, hogy sokszor nem tudni, hogy a hazai csapat zavarodik meg jobban, vagy a vendégcsapat attól, hogy nincsenek nézők. Úgy gondolom, hogy mondjuk a Fradi pályán viszont nekik lesz óriási előnyük abból, hogy a Fradi közönség nyomása az nem lesz rajtuk, tehát ilyen szempontból lehet, hogy előnyt fognak élvezni a visszavágón, meg azért azt is tapasztaltuk az elmúlt időszakban az oda-visszavágos párharcokban, az európai küzdelmekben, hogy meglepő módon a vendégcsapatok játszanak nyugodtabban. Ugye az idegenben szerzett gólszabálya az egyre inkább vitatottá válik. Sokszor azt látjuk, hogy ez visszaütött ez a szabály, mert a hazai csapat válik görcsössé, és a vendégcsapat játszik bátrabban, mert többet ér a idegenbeli gól, és érdemes defenzív játékot vállalni. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon érdekes lesz, hogy ezt hogyan fogják kezelni a visszavágón. De továbbra is azt mondom, hogy ez a párharca a Fradi kezében van.